Virágba borult Szabadka főterem. Az eredeti tervek szerint múlt hét csütörtöktől vasárnapig tartott volna a virágkiállítás és vásár, de a rossz idő miatt egy héttel későbbi időpontra kellett halasztani. Óriási kínálatból válogathatnak a vásárlók, az árakra sem lehet panasz, mivel mindenki el szeretné adni portékáját, ezért a lehető legalacsonyabb áron árusítja azt. Az árak azok igen alacsonyak nekünk, a vevőknek még drága, mindig úgy szokott lenni. Hát ilyen 30, 35, 40, 60, 100, 150 dináros árak. Tehát nekünk ezek igen alacsony árak, mert nekünk igen sok a befektetés. Szintén a cserepet, a földet, a magokat. Még ne beszéljünk a fűtésről, hogy ezt télen persze fűteni kell rá. Cserepes és vágott virágot, illetve fűszernövényeket is vásárolhatunk, de legnagyobb választék a kerti virágokból van. Lényegében mindig ezek a kis apró virágok, kis kerti virágok, begóniák, petóniák, büdöskék, mézecskék, ezek, amik egész nyáron virágoznak, fagyokik, ezek a legkelendőbbek, tehát olyan nagy munka nincs velük, csak az öntözés, és nagyon szépen virágoznak. A múlt heti fagyok bosszúságot okoztak a virágtermesztőknek is. Gondolkoztam, hogy filmre kellett volna venni, hogy hogy ráztuk le a havat ezekről az árnyékoló hálókról, de szerencsére nagy kárt nem tett, nem voltak kemény mínuszok, inkább ilyen törés, stb. Ilyen fizikai károk keletkeztek, de hát láthatók a palánták, azok átvészelték ezt a hideg időszakot. A kirakodó vásáron a régió dísznövény termesztői mellett kézművesek is helyet kaptak, de kerti szerszámokat is beszerezhetünk. 28 virágkiállítónk vesz részt itten, aki személyesen, aki közösen. 20-21 virágos standon vagyunk, és van 5-6 kísérő rendezvény, tehát kézművesek, ugye kis édesség. Aki virágot szeretne vásárolni, vagy csak gyönyörködni a szebbnél szebb növényekben, Szabadka központjában ezt megteheti.